az délután. beszélgetések elemzések a filmek világában. Azt, amit akartam az elején, sosem mondtam el, hát a boltban van valami. Mi? Tehát annyira elkanyarodunk állandóan, mert annyi információ van, hogy a Igen. boltot nem tudom már egy órája, hallott? Nagyon durva, de ez nem baj, csak hogy mondom, hogy na, hogy mit vettél észre? A ha boltban? Tartottam? Igen, a boltban, a legelén a korai fickónál van egy nagyon markáns, durva dolog. Hmm. Most így, így nem, 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 nem tudom, mire gondolhatsz, nem tudom így. Na akkor elmondom neked. Ugye csökkent az árakat, visszamegy addig, hogy kijöjjön a visszajáróból egy telefonálás, ugye? Uh -huh. Igen, igen, igen. De van egy másik nagyon durva dolog, amikor elkezd verekedni a fickó, akkor van egy külön plán arra. Na és itt van az, itt van az, amiről te is beszélsz, meg én is beszéltem, hogy mutat egy olyan üveget, amiben amerikai zászlók voltak. Aha. És leesik a földre, és összetörik. Hm. Érted? Lesik Tehát e akkor ez, ez egy ilyen e szimbolikus értelemben azt is mondhatja, hogy eltört az amerikai álom? Igen. Igen. Ott tört el. Abban a hát ott indul az őrület. Igen, igen, abban igen. A a ott kezdődik, hát ez zseniális, érted? Uh -huh. Mert valójában, persze ő már mert elindul lefelé, meg levegy a kórea boltjába, de ott pattan el a húr, eltörik az amerikai álom. <hül> Olyan szintű zseniáltás mélységei vannak a filmnek a pukán, hogy ez, a és utána el és akkor ott elindul visszafelé a kapitalizmusban, elkezdi csökkenteni az árakat. <laughs> Összetörik az amerikai álom. Teker bele, néz vissza. Hallod? Hallod, mekkora zsenialitása van? Kemény, kemény. Tehát egy olyan, na és látod, na ennyi, Joel Schumacher kibaszott nagy rendező, hallod? Na ez, na ez a filmrendezés, ez, ezek a mélységek. Ettől válik valami művészet, amikor ilyeneket látsz, érted? De nem egyet, nem kettőt, hanem itt minden színben van 15 ezer, érted? Olyan mélységei van. Igen, nagyon-nagyon a... intenzív az egész uh, szimbolikája, meg a, a jelenetek nem, nem is. Nagyon az... intenzív. De, de azért, ez a lényeg, mert nincs benne feloldás. Igen, az. Aha, felold, igen, egy igen. percig nincs benne feloldás, nem engedi a nézőt el, de olyan durván nem engedi a nézőt el, hogy fontosan csak emeli a feszültséget minden egyes jelentet. Tehát nem az, hogy csökken, vagy így fellélegzel, hogy na, akkor izé, hanem mindig jön valami, amiben tudod azt, hogy itt valami kurva nagy gond lesz, és egyre nagyobb lesz a probléma, egyre jobban generálódik, érted? Tehát ez, 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 olyan, ez olyan durva dolgok vannak. Hát mondok egy példát, emlékszem, amikor a építkezés van, és előtt van egy ilyen tábla. Mert azt hiszem, talán ott van, a, ott van az a jelenet is, amikor ugye a fekete csávó mutatja, hogy izé, hogy ő már hogy ő már nem izé, nem hitelképes, hogy mit mondott. Azt a írja, hogy, vagy azt mondja, hogy gazdaságilag nem életre való. Gazdaságilag nem életre, igen. Igen, és egyébként ez is, hát ugye, ha belegondolsz, valójában a fekete srác tüntet a bank előtt, és figyelj, és nyilván ez egy olyan üzenet, ami ugye hal maga a defense is. És mit, mit, ez, ez, ugye, az ugye reflektál, tehát hogy ez egy, az, 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 ő karakter description, hogy hát gazdaságilag nem életre való, a defense sem, hiszen őt miért rúgták ki? Hát a miket tervezett? Rakétákat? Nincs szükség rakéták tervezésére. Ennyi. Tehát hogy a kommunisták ellen tervezett rakétákat. De már nincs szükség a munkára, akkor mi még ezt nem tudjuk, mert hiszen az a film később derül ki, igen, de azt igen. már tudjuk, hogy a, ezek is ilyen üzenetek. Mondok egy példát, az olyan, elmondom neked, ez a film annyira tele van, mikor utazol egy busszal mondjuk, utazol a busszal, és látsz én óriás plakátokat, figyelj, az út szélén. Ezt, ezt, na és ezt így kell elképzelni. Jobbra elnézel, látsz egy ilyen plakátot, ez a, nem tudom, sampom megváltoztatja az életedet. Érted? Mész tovább, balra lesz megint egy üzenet, az élet szép, érted? És mit tudom, ott van egy termék, de csak, egy, csak az üzenete van ott, tehát a, a termék üzenet van ott, de a terméket nem vonja bele az üzenetbe, csak annyit ír, az élet szép. És kapsz egy üzenetet, figyelj, mész tovább, jobbra megint látsz egy ilyen óriás plakátot, nem tudom, a, nem tudom milyen izé, nem tudom milyen munka haszontalánná vált. És abban magadra ismersz, és amikor ezekben a jelekben magadra ismersz, érted? itt a lényeg, hogy a story szerint az ábrázolásban a storyteller, azaz a kamera, a mesélő megmutatja, hogy a izének, a, 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 defensenek a munkája hasztalan lett, életképtelen, nem működik, vége van. Hiszen ott is van egy párhuzam benne, hogy ugye a csávó, a fekete csávó ugye valami miatt életképtelen a munkája, nem kompatibilis a rendszerrel, és nyilván, amikor megy a difenzis ugyanúgy, mint ahogy te mennél a busszal, megkapod az élettől lesz az üzenetet, és magad, magadra ismersz ebben az üzenetben. Mert itt ugyanezt történik. Sőt, akkor utána átmegy a metró, ott van egy metróépítő, nem mehetsz tovább, mert mindig, mindig, mindig ilyen falakba ütközik, tudod. Nem me, és ugye generálódik a feszültség. Nem mehetsz tovább, mert itt nem tudom, metróépítkezés van. Vagy lenéz egy táblára, ilyen óriás táblára, ilyen plakáttáblára, ami a buszállomásokban szokott lenni, és van rajta egy síró kislány szem, és oda van írva I love you daddy. Ugye mi zajlik az egész filmben végig? Hazamegyek a családomhoz. A gyerekemhez. A gyerekem születésnapjára. Majd menet közben, ez a banki szituációs probléma után lát egy óriás pakátot, ahol egy síró szemű kislány van, egy I love you daddy felirattal. Ez is egy üzenet kinek, a főhősünknek. Igen, igen. Érted? Na, és itt vannak azok a mélységek, ott vannak azok a durva dolgok, amitől valami művészetté válik, mert nem mindegy az ábrázolás minősége. Itt minden egyes jelenetben olyan mélységeket kapsz, amit nagyon kevésségben látsz, hogy így egyszer le vagy bombázva. Tehát itt nincsenek esetlen je Tehát Itt minden egyes szín mesterien vég van gondolva, végig van tervezve, hogy, hogy így egymásra reflektáljon, amire ugye a nézőnek is, ha van egy kis szeme és intellektuális szintje, mert valójában és ez a geniális film, és itt jön a lényeg, ugye mit mondtam neked mindig? Hogy a jó filmnek az az ismérve, hogy szól az átlagnézőhöz is, és az értőnézőhöz is. És az, e, ezt a filmet az átlagnéző is érteni fogja, hiszen tök egyértelmű. Valaki megkattan, mindenhol balhét csinál, mert meg van kattanva, és a végén megölik, hiszen ez, a, ez bele van kalkulálva az izéjébe. És ez is, amit mindig mondok, hogy a bűnözésnek bele van kalkulálva a bukás a végén. Ő bűnözővé vált, és bele van kalkulálva a végén, de annyira durván azzá vált, hogy valójában itt egy nap alatt a karma visszacsap rá, és lelövi a rendőr. Igen, Én és ez a durva, még a végén van ez a párbeszéd, hogy mondja, hogy hogy mindjárt jönnek a rendőrök, a jó, a jó fiúk, és elkapják igen. magát, valami ilyesmit mond, én és akkor kérdez igen hogy én lennék a rossz fiú? Mindig én azt jól. tettem, amit mondtak. Igen, e, na ez is egy nagyon durva utalás, hiszen valójában ő nem csinált semmi rosszat, és mégis ő vált rossz fiúvá. Érted? Hát igen, amit tett az azon az egy napon, igen. Igen. Na mindegy. De hogy ezek is milyen utalások... És itt, 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 ez a lényeg, hogy ugye a jó filmnek az az ismérve, vagy szól az átlagnéző, ez tök evidens jelekkel, és ugye annál nagyobb lesz a filmélményi experience a megtapasztalásod, minél több ilyen, ilyen burkolt utalásra, vagy ilyen szimbolikára ismersz fel a filmben. Hiszen annál nagyobb lesz a filmélményed ezáltal. Érted? Ez Igen. nagyon durva. A másik, ami nagyon nekem nagyon tetszett, Ugye emlékszel rá, amikor a, ugye megcsináltat a domtetőn azokkal a mafiózókkal, az ilyen sittes mafiózókkal a balhét, és, és utána lemegy a városba a telefonfülkéhez, és amikor ugye ker, keresik a csávót, hogy megbosszulják ilyen, tudod, ez a, na, ez a tudod? Igen, ez igen, a titikus, teljesen, a tesztosz... igen, teljesen, Ugye? Ugye? Tehát ez, ami, erről pofáztunk valamelyik anzik, szóval pár az is, az is, az is az arépp, hogy hogy na, hogy itt van az, amikor bezzeg az egó, az a túltermelt tesztoszteron, föl, fölpumpált ego, tanulatlan karakter, mit eredményez? Hát, hogy konfliktus fog generálni, tehát erőszakot fog szülni, és az is történik. Tehát egy iskolázatlan, tesztoszteronban túltengő, gyakorlatilag bűnöző ember, érted, frusztráltságában, ego, 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 egomániájában, Ugye megpróbálja megbosszulni az ő vért, vagy, vagy, vagy valós sérelmét. Érted? És itt ez történik, és akkor szépen összedik a fegyvereket, elindulnak. És ugye mi történik? Emlékszel rá, hogy a kocsiból meglátják, elkezdenek rá tüzelni. Amint az első lövés, ez is, ez is, ez a mester, azért mondom, hogy itt minden egyes kockája filmnek egy mestermű. Elkezdenek lőni, figyelj, mindenki azonnal össze, 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 össze rándul, a bokáját, levetődik a földre, mert hát hallják a lövéseket, és ugye hát folyamatosan mindenkit lelőnek, vagy éppen valaki elbújik a lövések elől, de defense nem csinál semmit. Teljesen, mint egy szociopata, érzelemmentesen áll, és körbenéz, és elindul a, ugye a balesetet szenvedett autóhoz. Igen. mert, mert hogy, mert hogy ő, ő már neki már, ez a minden mindegy, elpattant a húr, de már nincsenek érzelmek, vagy hogy mondjam neked, nincsenek, nincsen félelemérzet. Tehát ő már Igen, átlépett egy határon, amit ami már átesett a ló túloldalára, amikor ott már nincsen, nincs visszaút. Ugye beszél, hoz egy hasonlatot is, elmond egy történetet, emlékszel, hogy van az a pont, ahonnan már nincs visszaút. Ezt ő igen, maga mondja igen, el igen, egy igen. ilyen szimbolikus hasonlattal. Nem tudom, mit mond. A űrhajósok volt. példáját. Az, igen, igen, igen. Na de az is, Hát hogy elmondja, hogy ők is átléptek egy ponton, hogy van egy pont, ahonnan már, ha átléptek az űrhajósok, annál már nincs visszaút. És ez is megint, ez egy minőségi dialógus. Mert nem arról emlékszem, amikor a bomba bombahatástásról beszéltem, hogy a, na ez a szabtext, ez a minőségi szabtext amikor beszél az űrhajósokra, de tudod, hogy saját magáról beszél. Hogy én már elmondja, hogy én már átléptem azon a határon. Érted? Ez a minőségi szabtext. Én ugyanezt a példát mondtam, csak vagy megértetted akkor, vagy nem, de most ez egy tök jó példa arra, hogy itt szinte minden, az egész film egy szabtextek halmaza, szá, száz, százai, ezrei. Hát amikor én arról beszéltem, emlékszel, hogy két rendőrségi fickó hatást tett egy bombát. Érted? És akkor ott éppen ott visszaszámol a bomba, tudod, és akkor, be, de miről beszélgetnek? Ó, te figyelj már, Joe, izé, reggel pakoltál a bátot, mert reggel a hírekben bemondták, hogy este hatalmas nagy vihar lesz. Érted, mit akarok? Ez ugyanaz. Ez ugyanaz. Mm -hmm. Valójában nem a bomba hatástanításról beszél, de mégis a, a azt, azt, a, annak a szimbolikája, hogy ők most gecire nagy bajba vannak, hiszen este van, és bombát hatástalanítanak. Érted? Ez pontosan ugyanaz. Ezt hívják szabtextes ábrázolásnak. Amikor a szövegnek van egy mélyebb, tehát egy mélyebb rétege, van, ami a, valamire utal, valami, valamit jelent, valami több többlet tartalma, van, hogy mondjuk ő, ő, itt is ez az űrhajós dolog, hogy az, hoz egy űrhajós példát arról, hogyha ide eljutnak az űrhajósok, akkor ők hátlépik ezt a pontot, onnan már nincs visszaút. Ez valójában nem az űrhajósokról beszél, csak egy ilyen hasonlatot, egy ilyen példát mond arra, ő már átlépett ezen a, ezen a ponton. Igen, Értem. meg van egy olyan áthallás, az egy másik, másik része a filmnek, hogy ugye tervezőként dolgozott a Védelmi Hivatalba. Igen, igen. És igen. hogy ugye lényegében az volt az ő nagy küldetése, hogy védi Amerikát, védi az amerikai igen, embereket. A igen, igen. igen a tehát a megvédi az amerikai embereket, és végül a film, a filmes napon, tehát amikor megtörténik vele ez a történet, amit a filmben látunk, akkor lényegében a saját jogait kezdi el megvédeni, az ő vélt, vélt igazságát kezdi el végre megvédeni. Vélt vagy valós igazságát. Mondok vélt, egy storyt. figyelj! Mondok egy sztorit. Mikor játszódik a film? 93-ban. Ugye szerintem ez egy prezences film, present day, tehát, napjainkban, mert ugye nincs erre, nincs dátum írva, és hogyha megfigyeled, ugye mit mondtam el a beszélgetésünk elején? Hogy minden egyes fém, az adott történelmi kor, kulturális környezet, társadalom, ország, az akta és lenyomata, még akkor is, hogyha van egy ilyen térbeli vagy időbeli elhelyezés, hiszen az szimbolikusan arra fog vonatkozni, amikor született. Na most ez. ez az a present day játszódik a 90-as években. Mi történt a 90-as években? Ö, én azt hiszem, azt írták, hogy 92-ben volt pont ö, a film helyszínén Los Angeles-ben egy felkelés. Egy ne, ilyen, ilyen, a... ilyen tüntetés sorozat. Az, 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 az is lehet egy, egy, Az pont... is lehet egyébként, igen, igen. Az is lehet, de nem, nem erre akarok kiukadni. Globálisan. Around the globe. <clears throat> Miért véget a 90-es években? Hát rendszerváltás, Berlini fal. Igen, de. Az ez 89 ez, ez már hogy... inkább. Igen, na de ez ez hogy? Tehát, hogy a miért véget igazából. Ja, a ez Szovjetuniónak lehet... is vége lett, ugye? Hát a hidegháborúnak igen, 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 igen. Mit mond a filmben a Csávó? Igen, vagy hogy a kommunistáktól a... megvédi. igen. De igen. már nem kell! Hát, hát igen, küldték el, hát igen, vége igen. a hidegháborúnak, vége van a a, ugye a, 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 tehát a vége van, lehullott a berlini fal, lehullott a vasfüggöny, és a, 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 az oroszok elindultak, a idézveles, amerikai elkezdték ezt a demokrácia Oroszországban. Ugye, hogy hívták azt a rendszerváltó, azért, akit, akit Putyin nagyon utál, mert hogy, ezért, hogy az orosz... Az, igen, Gorbacsov, igen. A Gorbacsov indította el ezt az egész dolgot, és gyakorlatilag valaki ezt, a Gorbacsovot azért nagyon tiszteli, hogy elindult ez a, demokrácia, demokratizálódás irányába, a Putyin meg a klasszikus imperiális gondolkodású vezetők, azok meg pont utálják emiatt Gorbacsovot. Érted? És itt a lényeg, hogy mit mond el, el a, izé, a defense? Hát nem kell rakéteket építeni. Nem mondja ki, de hát tudjuk, vége van a hidegháborúnak, bazd meg. Már, mert, csökken a, a, a kockázat a, a, a nagybirodalmak közötti háborúra hát akkor nekem a munkámra nincs szükségem. Az egész élet erre épül, tehát ezt tanulta, ilyen izé, rocket science-ért. Igen, de viszont érdekes a... Ja, mindegy, majd, majd mondok egy másik. Ennyi, mondjad. Hogy a izét akartam még behozni, hogy az a két, két nagy különbség még a két karakter között, a defense meg a nyomozó között, hogy ugye maga az a probléma, ami az ő életükben előfordult, tehát az, hogy Folyamatosan sorscsapásról sorscsapásra ö, ö, történnek a dolgok a, a nyomozónál is, meg a defensenél is, de az a nagy különbség a kettőjük között, hogy más a, a megküzdési stratégiájuk, és abban, hogy a nyomozó az elfogadta a sorsát, még a defense az nem. És az, hogy elfogadta a sorsát a nyomozó, ő ezzel a békés útra lép, a, a defense meg nem, ő meg a, a, a harcnak a, a nem is harc inkább, hanem, hanem egyfajta leszámolása, a, a nem tudom miével, a, a, az igazság az érzetével van, meg Emlékszem, ez igaz, de mit mondtam az elején a beszélgetésünknek egy bizonyos szakaszán? Azt mondtam, hogy gyakorlatilag mindenki egy időzített bomba, intellektusához és úgymond mentális stabilitásától függően. Uh -huh. Tehát, tehát mindenkiben el tud pattanni a húr egy idő után, csak az a kérdés, hogy kinél, mikor. Jó, csak azt mondom, meg... hogy, hogy, hogy már, már megvolt mind a két karakternél az, hogy, hogy nagyon komolyan benne vannak a, a, a pofonokba, meg az élettől kapott sors csapásokba, de mégis ennek ellenére a nyomozó elfogadta a sorsát, és megpróbál egyfajta nyugalommal. Na, nyug, Igen, megcáfolom. Nem? Nem? Jó, megcáfolom. Részben igazad van, de a nyomozónál is elindul valami, és megmondom neked. Ja, honom. amikor visszamondja, hogy kussoljon a felesége? Így van. Aha. Ott is kezd elpattanni a húr. Aha. És ott lesz valójában tökös a csávó, hiszen, hiszen a, utána, utána ö, megy oda a mólóhoz, és utána kezeli megfelelően ezt a dolgot, akkor egy kicsit ilyen tökösebbé válik, és ugye nyilván ez is, magyarul a nyomozóból is ki kell az állat, hiszen csak ez sokkal ízésebben kezeli, hiszen a feleségét lehordja, mert mondja, hogy hozzá, mondja a feleség, hozzá a csirkét, de ne legyen rajta bőr. Na bazd meg, most egészbe fogod megsütni a csirkét, és a bőr rajta lesz, mert én azt úgy szerettem, ha tetszik, ha nem bazd meg. Hallod? Mert ugye szereti a nőt, annak ellenére is, hogy megbolondult a nő, belebolondult ebbe a izébe, és mindent megcsinál neki, mert szereti. Igen, ám csak nála is van egy pont, és ő ezt túllépte. És ott le, lehordja a nőt, és mit csinál a nő? Igen, drágám, úgy lesz drágám, ahogy mondod, drágám. Uh -huh. Igen, igen. Emlékszel rá? Igen. És emlékszel rá, amikor ugye kezeli a defense a problémát, és ezt az elején elmondtam, de lelődöm még egyszer ezt a csatanót, hogy amikor a rendőrkapitány odahívja a tévésekhez, mert addig is némán tűri mindenki. Igen, igazad van, jó, jó. Az abúzusát, abu, de a végén mondom, ott, amikor visszaszól a feleségeznek, ott van a töréspont. Uh -huh. Uh -huh. akkor pattan el a húr, akkor azért, mert valószínűleg, én azt sejtettem, feltételezem, könnyebben, úgymond, úgymond érzelemmentesebben lekezelni az őrültet, hiszen őnek is már azt mondja, hogy tele van a fasz mindennel, és ott, amikor visszaszól a kapitány nyalt kapitán, ki, kapitány nyalja ki baszomalásan, ezt így mondja pontosan a magyar fordításban, tehát azt, hogy meg kell, amúgy sincs mit veszteni, hiszen utolsó napon van, kapja be mindenki, azt menjen az anyjába. Meg ugye egyébként, még ugye van egy rész, ugye tudod mi van, amikor ugye beszól a feleségének, utána kimegy, mert ugye vá azért sürgeti, hogy rázza le a feleségét, mert hogy kint a társai el akarják búcsúszatni, meg csinálnak egy tortát. De annyira szarnak le, és ez is egy kibaszott nagy ábrázolás, annyira nem fontos számukra ez az ember, hogy nagyon, nézd meg a torta minőségét, egy kibaszott gai tortát kap, egy olyan tortát, ami nem fér ki teljesen a neve. Igen, meg ilyen nagyon ig 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 igénytelen volt az egész. Tudod miért? Mert valójában ők ezt megcsinálják, mint kötelessége. Igen, 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 igen. De igen. amúgy le se szorják. Igen, csak mint egy széndéskedés az egész, igen. Tehát le se szórják, mint ember, mert ha fontos lenne, hogy egy régi bajtásuk, akit bajtásnak tekintenek, embernek, barátnak, bajtásnak, akkor minőségi tortát kap, és rendesen ráírják a nevét. De hogy arra se vették a fáradtságot, hogy minőségi tortát kapjon, és arra se, és akkor tudod, beszól a csávó, hogy hát nem lenne ilyen hülye a feleséged, hogy valami ilyesmit is. Mit csinál? Orba veri. Emlékszel? Igen, igen, igen. És ez igen. hol indult el? A telefonos visszapofázásnál. Azt mondta az asszonynak, hogy kus az lesz, amit én mondok. Uh -huh. Igen, igazad van. Jogos, jogos, jogos. Jogos, igen, 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 igen. Nagyon kemény, nem kicsit, nagyon. Na igen. Ja igen, mondok, akkor mondok én valamit. hogy akarsz még mondani Ha A izé van volt kővel. még érdekesnek, ami nagyon tetszett még a. a ugye, ahogy a, talán az, az lehetett, nem tudom mennyire, de mindegy, kiderítjük, hogy ugye ott volt a a film körülbelül háromnegyedénél, hogy be betér a, a Defense egy ilyen neonáci fickónak a igen, üzletébe. Igen, 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 hát igen, van igen, ott igen. mindenféle ilyen military bolt, meg nem tudom, egyebek. Meg kizavarja és, a buzikat onnan. Igen, tudom. és akkor, és akkor ott, ott van még egy bekattanás, nem tudom, hogy az most így a fejedbe van, ugye ott kattam Elször. be megint a Defense, hogy hogy kiveszi azt hiszem a táskájából, a lányának vett ilyen ajándékot, van egy ilyen kis gömböcske, igen, ilyen, ilyen felrázható gömb, amiben így a, igen, a, hó, igen, a kis hópelyheket fel lehet rázni ilyen gömbizével, és igen, akkor igen, azt széttörje, oh, ott adobja a falnak, széttörik ez a, neonáci hát ez csak a való, tudod? igen, És akkor és akkor ott megint bekatta a defense, és a végén annyira bekatta, hogy meg is öli ő azt a, az első gyilkosságát, ott megteszik kb és akkor írja, írja, azt mondja, hogy mert azt hiszi a neonáciról, hogy, hogy, miféle igazságtevő vagyok, vagy, és akkor mondja, hogy én nem vagyok igazságtevő. És itt megint, 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 mi, a, lényeg a dologban? Az, hogy valójában ez a neonáci úriember, ez azonosul a karakterrel, mert hiszen látja a hírekben, ez is egy zseniális ábrázolás, megint mi, mire vezethető vissza mindig, amit mondok, hogy azonosulnak az emberek az a, a, a hőssel, a hős mintával, és azt gondolja, hogy ő is úgy gondolkodik, mint ő. Igen. Tehát, Igen, azt hiszi, hogy hasonlók. Igen. De nem hasonlók, hát, hiszen csak ráolvassa. Tudom, 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 csak beleképzelik. Igen, beleképzelik. Ha beleképzel, meg, és ezért van az egyébként, és ezért nagyon durva az, hogy amikor valakinek kurva sok rajongója van, mint több millió rajongója van, és, az, és ugye az, a, valaki az, azért lesz rajongó valaki felé, persze hogy érzelmileg el kell, egy oldalon érzelmileg elkezd kötődni az adott személyhez. Mondjuk mindig hogy ez egy személy. Na most itt a probléma az az, hogy, és amikor azt mondja a sztár, legyen az bárki, hogy bocsánat, ne ugye meg kell mennem kell, és így elhesegeti, vagy lerázza, vagy nem ad autogramot, vagy feljelentése fenyegetőzik, vagy nem tudom, stb. Akkor a rajongó megvan hőkönyve, hogy miért beszélnek így vele. Hát azért, papa, mert hogy a kialakított érzelmi kapcsolat az egyoldalú. Érted, miről beszélek? Igen. Tehát, hogy, és itt, itt jön a lényeg a dolgokba, itt is ugyanezt történik, hogy a, a neonáci úriember kialakít valami fajta érzelmi a, a kapcsolatot, hiszen számára szimpatikus az, hogy valaki ö, az utcán megy gépfegyverrel, és ő azt gondolja, hogy ő azért megy, mert hogy amiért én is mennék. Mert tud, mert tud azonosulni a látottakkal, így azonosulunk a dolgokkal. De ezt teszi a történetmesélésünket a barátoknak a filmről szubjektívvá, hiszen a saját szűrődön keresztül fogod elmondani. Így a filmet. Van, Ez így van, az, így ami van. nem jó. A hamburger a, a. a de hogy megy be, figyelj, a megy be a hamburger Előtte mi, mit kutatta a kamera? A krán, tehát egy ilyen darúról, kamera kameraállásból látsz a földre egy földgrafitizett hamburgert. Ja, igen, azon és ja, már. Ha, igen, az, az rohadt nagy képzeld, én azt most így utólag, utólag ö, Na. leesett, igen. hogy van igen. egy ilyen utalás, vagy hát le, lehet, hogy ezt csak én képzelem vele de szerintem nagyon jó, hogy hogy ugye végig megy, ugye le van festve a földre egy ilyen 10-20 méteres átmérőjű ö, hamburgernek a belseje, és azon lépked végig. Igen. És na, és ugye miért érdekes ez, hogy amikor ugye bemegy, és aztán végigmegy az egész jelenet, tehát lemegy a jelenet, ami ott játszódik a burgernél, mondja igen. is, hogy amikor megkapja a burgert, akkor mondja, hogy milyen kicsi ez, meg össze van nyomódva, igen, meg igen, egy igen, ilyen gagyi az egész, és az a durva, hogy lényegében ez a szimbolikája, hogy hiszen, hiszen hát Mielőtt bement a hamburgerezőből, ő is végig lépkedett egy hamburgeren, tehát ő is összenyomkodta a lábaival már azt a képzeletbeli hamburgert. Nyilván ez csak egy ilyen nagyon távoli szimbolika, de egy ilyen tök érdekes. Hát lehet ezt dolog. is kiosni belőle, de egyébként ebben nem, én, nem, nem, ebbe én egyértelműen nem látnék belé ilyet. Szerintem ez egyértelműen nem kiosni, ez egy picit szubjektív, de aha, aha. Nem, nem egy elrugaszkodott dolog, tehát lehet egy ilyen is. De ami nekem nagyon... na Ilyenek a jó megalapozók Ugye ez egy megalapozó plán. Mi történik? Megalapozzuk a helyszínt. Ez, a, ez az, amikor a, tudom, amikor eljut egy új fejezetben a könyvben, és elkezd arról beszélni neked a fejezet, hogy leírja a tájleírás, hogy hol járunk. Uh -huh, Ugye uh -huh. ez a megalapozó plán. Hát, mert mondom, a filmnek, a narratív, lineáris filmmesélésnek ilyen, ilyen irodalmi logikája van. És akkor a lényeg az az, hogy a mutatja ezt a hamburger, szétszedett hamburgert, majd utána a krán így beáll mögé, ahogy így megy, és elindul befelé, és látjuk az éttermet. Ez is egy nagyon jó megalapozó arra, hogy vették a fáradtságot arra, hogy, mert ugye én nem tudom, hogy ez egy valós, vagy képzelt fikciós burgerező, ezt nem tudom, de lehet, hogy a költségvetésben az is be volt, hogy valakivel fölgrafitisztették ezt a dolgot. Tehát ez egy nagyon kreatív és nagyon ötletes megalapozó, azt akarom mondani. És a másik egyébként a meséléssel kapcsolatban, a narratív történet meséléssel kapcsolatban ugye külön szemszög lett arra, hogy amikor ránéz az órája, 11.33 volt kb. vagy 34, Na az is, de az egy, ugye ez egy szemszög, hiszen az maga a defense a szemén keresztül látjuk, hiszen evidens, hiszen ránéz a karján lévő órára, ez olyan, olyan olyan szögben látod, hogy ott lehet következtetni, hogy az ő maga lát. De nem is ez az érdekes, hanem emlékszel, amikor elkezd lövöldözni? Uh -huh. És ugye elkezd az elején arról pofázni, hogy miért hívom magukat a keresztneműköd, hiszen nem is ismerem magukat. Igen, 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 igen. Hát hiszen egy vadidegen emberek, hát ha az, hogyha valaki vadidegen, akkor az alapból magázódni szoktál, hogy egy ilyen polájt-modoros módon ö, ilyen. ilyen, ö, ilyen urizába, vagy hogy mondjam, neked ilyen, ilyen hogy, hogy, fog, hogy fogalmazom ez, ez a polite-nak, mondjad már. Ez udvarias, ilyen, udvarias. Udvarias, így köszönöm. Igen, igen, igen. Udvarias módon ugye beszélsz az emberrel. Hát hiszen nem ismered, hát nyilván nem fogsz, nem mész oda hogy vad idegen, hogy szóval szevasz gézám figyelj már, mi a faszomban, van, mesélj már nekem. Nem mész oda, mert nem ismered. tehát nyilván egy normális uh, szituációban, és amikor ugye megtörténik a lövöldözés, és akkor a, mit mond neki? Emlékszel rá? Szóval, könnyebben hívom Riknek azok után, amin keresztül mentünk. Egy komoly érzelmi traumán keresztül mentek közösen. Érted? Közösen élték át a traumát. Ez már felhatalmaz őket arra, hogy tegeződjenek. Hallod? Mondom, olyan a finomság vannak a filmben, hogy összefosod a bokádot. Hallod? Tehát ez is milyen? Tehát ez a szöveg, tehát, tehát, vé... tehát, nem, egy ilyen esetlen a, a dialógus, hanem igen, ez egy tudatosan, igen, igen, igen könnyebben hívom Riknek azok után, amin keresztül mentünk. És akkor mi, elkezd öltözni. mindenkinek nyugalom, 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 nem csak enni akarok, tudod, meg így mondja össze-vissza a dolgokat, és akkor azt mondja, hogy nem akarok bántani senkit, így mondja, tudod. És akkor így, azt mondja, nyugodtan egyenek, egyenek jó üző meg minden, és a nő meg így hány egyet az izére, tudod, mert ugye igen, a igen, hány igen. egyet. És akkor na és itt van egy ilyen kis úgymond groteszk, humoros feloldás, hogy azt mondja, na ő már véleményezte is az ételünket, tudod? Igen. Emlékszel rá? Igen. Meg és ez érdekes, de... hogy a fekete kisfiú milyen bátor volt. Abba, abba te mit látsz? Abba, mi, mitől volt olyan bátor az a kisfiú? Vagy pont amiatt, mert kisfiú és még tapasztalatlan? Az étterembe? Aha. Hú, arra már nem emlékszem. Azt, azt most mert nem érdekes, emlékszem. hogy volt ott egy kisfiú, és ő például jelentkezett is arra, amit ő mondott. Hogy kérdezette valamit, hogy, hogy szerinted is ilyen... Kérdezte a közönséget, hogy szer önök szerint is ilyen, ilyen gyenge ez a hamburger, és akkor a kisrác feltette azért, hogy igen, és akkor ott mondta, hogy nem azt mondta, hogy bátor vagy ilyesmi, de mondta, hogy na akkor megvan egy vélemény. És akkor vagy, tudod vagy hogy erre túl? is mondott valamilyen, hogy valami de, de, vélemény de, vagy ilyesmi. De, 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 de tudod, de, de tudod, miért van ez? Hát azért, mert még a kisgyerek, az még nincsen a társadalom által megszerű. Igen, igen, még még a nincsenek tár... benne a, a rögzült óvok. igen, igen, ezek igen, a, igen. Ezek a társadalmi elvárások, igen, hogy hogyan igen. kell beszélni, igen. nem szabad megsérteni azzal, hogy le, leminősítesz valakit, vagy érted? És a gyerek ő, ő, őszinte a gyerek. Akkor lényegében, ja, akkor Szara ez, ez a kulcs, Szara hogy kaja. ő volt az egyetlen, aki megértette a gyerek. A gyerek hát, értette csak meg. mondom neked valamit, hát akkor most teológia, kicsit kanyarodjunk rá mondok neked valamit, a, a, a Jézusnak volt egy ilyen mondás, engedjétek hozzám a gyermekeket, mert ilyeneké az Isten országa. Szó szerint így van a Bibliában. Engedj... Mert micsodák? Őszinték, romlatlanok, nincsenek meg, meg, megfertőzve a társadalmi konvencióktól. Érted? Igen, engedjétek igen. hozzám a gyermekeket, mert ilyeneké az Isten országa. <laughs> Hallod, milyen mélysek vannak itt? Igen, 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 igen. Tehát, hogy, És ezért mondom, ez, ez a legdurvább ebben a filmben, hogy nincsenek eset, még a dialógusok sem esetlenek. Tehát, hogy itt mondom, nincs feloldás, egész végig csak egy ilyen, amit te is mondtál, bele van csempészve szóval a folyamatos feszültségbe, valami fajta minimális oldás, de azok annyira minimálisak, hogy valójában az nem engedi a nézőt leülni. Tehát, hogy, hogy azért ezeket, csak, ezek csak, ezeket a finom dolgokat csak azért rakják bele, hogy azért ne bolonduljon bele a néző a nézésébe, mert akkor, akkor ha nem lennének ilyenek benne, hogy egy picit önmaga paródiájával válik bizonyos szituáció, akkor a néző kimegy a moziból, mert ha ne, nem bírja nézni. Igen, érted? igen. Te, Én meg egyébként azért is nekem ez már inkább... Ilyen nagyon minimálisan kellene ilyenek, de ez az a... Bocsánat, csak ne haragudj még ez hozatéve, hogy ezek annyira finomak, annyira elegánsak, Annyira minimálisak, de mégis működik annyira, hogy a néző ö, ne bolonduljon meg a filmnézése közben. Hiszen itt egy nagyon komoly témáról beszélünk. Bocsát mondjad. Ja, igen, csak azt akarom, hogy ez már inkább szubjektív, de mégis hozzá tud adni a dologhoz, hogy hogy én általában ö, elég, elég érzékeny vagyok így a filmeknél, főleg így az erőszakra, meg a, az ilyen nyomasztó dolgokra, és, és én azt én ezt annak tudom be, hogy van, amikor túlműködik az empátián, főleg az ilyen filmeknél, és vannak, hogy így utólag kísértenek Tehát filmek. Fogadjuk, hogy ezt végig bírtad nézni ezt a Igen, filmet. és pont ezt akartam mondani, hogy annak ellenére, hogy nagyon érzékeny vagyok a filmeknél annak ellenére végig-végig tudtam nézni. De tudod, miért van ez? És, 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 annak ellenére, hogy voltak itt is az erőszakos dolgok, de, de pont úgy volt a adagol, hogy még nekem is megfelelő volt. De tudod, miért van ez? Azért, mert pontosan, hogy mesteri, ábrázol, mesteri ábrázolást láttunk. Ne, nem, nem lett annyira e, ilyen ilyen öncélúan túltolva, igen, mondjuk meg, igen, a, igen, mi, 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 igen, ilyen, ilyen önmagában paródiával forduló, mondjuk, mint a Tarantino film, amikor így szétlőnek valakit, és így fröccsök belül össze-vissza a vérbe. Igen, igen, ilyen, ez a, túlz, a túlzott, túlzott, ez ilyen, a, kaszabolós, kaszabolós stílus, igen, azt nem, igen, nem, nem szeretem. Ez sokszor önmaga paródiává válik, meg ugye vannak az a baj a horrorfilmekkel, én azért nem szeretem őket, az ilyen agyatlan, ilyen trash Hát ez a slasher, horror. vagy mi az a kaszabolós, a slasher. Igen, de ugye van, van intelligens horror is. Azt igen, szeretem. igen, 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 igen. A trash, slasher horror nem szeretem, mert hogy ugye ezerszer elmondtam, de elmondom 11 ezerszer is, hogy mi, mi a mozgókép célja, hatáskeltés. Most a horrornak, a, a, főleg az ilyen trash leser kategóriában a hatáskeltést pont ezekkel az agyatlan trash -slashes, ilyen darabolásokkal érik el, meg ilyen pusztítással érik el a hatáskeltést, Érted? Tehát, hogy az, az és valójában annak az a célja, hogy úgy váltsa ki belőled a, a, a hatást, és mindegy az, hogy te elhányod magad, mindegy az, hogy te kikapcsolod, vagy bármit csinálsz a film alatt, de hatást keltett benned a film, érted? És ennek ez, ennek ez a funkciója. Csak hogy ez so, én ezt céltalannak érzem. Uh -huh, Tehát, uh -huh. hogy ez igen, van ilyen stílus, igen, működik, hiszen, hiszen az ember valamilyen módon úton-módon reagál a filmre, mert hatást keltett benne. Valaki röhög rajta, például én az egyetemen úgy tanultam, hogy a horror az egy vigyátik műfaj, mert hogy a sokszor önmaga paródiája az egész és inkább nevetségesé válik, mint félelmetessé. De aztán persze vannak olyan horrorok, amik azért annyira meg vannak csinálni, hogy összefosod a bokádat is, még annak kellene, és tudod, hogy valójában nem a valóságot látod, hanem a valóságnak egy leképzett mását. Érted? Vagy egy, vagy, 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 egy ilyen fikciós szimbólum. Igen, csak én mondok egy példát, nekem már, a, ami a például, ami nem horrorfilm, hanem, hanem egy sima, normál film, a, vagy sorozat, a, a trónok harca, a trónok harcában úgy volt ábrázolva az erőszak, hogy nekem tényleg, tényleg azon a határon voltam, hogy még ki nem kapcsolom. Nem kapcsoltam ki egyszer se egyik részén se, de nagyon ott voltam a határon, hogy annak ellenére, hogy ez nem egy slasher horror, vagy egy sima horror, majdnem ott voltam a határán, hogy kikapcsolom. Pedig ez egy ilyen Me történelmi valami. dráma, amiben túltolták Igen. az erőszakot. Így van. És itt kezdődik a dolog, amikor különböző műfajok keverednek. És ebben a különböző műfaji keveredésekben a, az ilyen keveredésből származó legtöbb eszközt arra használják, hogy hatást a nézőben. Vagy azért, mert ö, ö, ott tartsák a izjelölt, vagy tehát hogy bármi, Nyilván azért voltak a. a tehát, hogy, hogy is mondjam? Nagyon egyszerű, most nagyon puritánul megfogalmazva, a vérrel és a, a pornóval adták el a trónok harcát. Én megnéztem az első évadot, és, le, és az összes többit így le se töltöttem, mert egy, egy rakás szaratronok harca. Pontosan ezért, mert hogy maga a történet, ez egy lapos semmi nem volt, egy gagyi intrika dolog volt, és a, 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 az X résznek, az évad, első évadnak az összes részében a pornóval, meg a ilyen soft pornóval, meg a véres kaszabolásokkal adták el a filmet. Ennyi. A látványjal, meg az, ezekkel Igen. a... Na most ezek is hatást keltenek, csak ezek felületes, tartalommentes hatást keltenek. Ezek, 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 számomra, hogy mondjam neked, ja, azért lett népszerű a, a trónok harca, mert valójában ez működött. Ez a fajta, hogy lett egy olyan balansza, és akkor itt nyilván ez egy, hát ez egy, ez egy, ilyen fogós kérés szokott ilyenkor lenni, és nem azt mondom, hogy mint mozgókép a trónok harca nem állja meg a helyét, de megállja, én ezt én besorolom bizonyos kategóriába. Mert ugye ezt mondtam neked, és ez megmondom el még egyszer, hogy tudod, csak a nézők vagy hallgatókban, a nézőkben, meg a benned is, hogy valami uh, attól válik művészeti az ábrázolás minőségétől. Mert mondok neked valamit, emlékszel, ezt példát is elmondtam a Grand most is elmondom, hogy a, a műfajban létezik mondjuk a horrorra akadva, meg létezik a Brian élete. A mind a kettő gyakorlatilag egy vígjáték műfai mif keretek között lévő film, de minőségben, megvalósításban és ábrázolási minőségben valójában a kettő fény évekre van egymástól. Érted? Igen. És ettől Igen. válik valami művészeté, hogy az milyen minőségben, milyen tartalommal, milyen eszközökkel és hogyan van elmesélve. Na most a, 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 a összeomlás, az, az minden tekintetben egy mestermű, hogyha valaki ismeri a filmes dolgokat, mint például amiről most mi beszélünk, meg ezeket felhozzuk, hogy ezek annyira finom, annyira brutális ö, ö, kis finomságok, olyan szabtextes mélységek vannak, itt minden egyes jelenet tudatosan, nagyon brutálisan végiggondolt és kidolgozott a film. Mondok egy példát, emlékszem, amikor ki volt rakva, hogy no trespass és akkor az valami nem tudom milyen klub, ilyen elit, és, és akkor belül golf, golf, klub. Gol, gol, golf pálya volt ott benne. És amikor ez sétál a pályán, hogy összeveszek a két öreg, ilyen multimilliómos, hogy az egyik azt mondja, hagyjad, jó van, majd tovább megy, azt mondja a csávó, ugye a defense, hogy ő csak át akar menni a pályán, ne foglalkozzanak vele, nem lényeg, átmegy már, ott sincsen. A másik ugye, benne van ez a bezzegség, hogy ez az én földem, én fizetem a klubtagságot, én vagyok a menő, én vagyok, akinek kinyolják a segít, én vagyok a izé. A másik, az másik öreg, meg gyakorlatilag empatikusabban áll a dologhoz, hagyjad, el fog menni, nem akar balhét, stb. És ugye a csávó úgy ütél a golflabdát, hogy majdnem eltalálja a fejét, most egy golflabdában eltalálják a fejét, abba bele is halhatsz egyébként, csak azért mondom, tehát az annyira nem játék, mert az kurvára meg van ütve, felentál egy golflabdat, ott megfekszel a helyszínen. Hát ez csak a filmekben van, a ilyen zöld díjázó az meg, hogy ketté lövik, megeszik, három, leesik öt emeletről, meg a faszom, mit tudom én, stb. És akkor utána föláll, az tovább megy. Szóval ezek, ezek ilyen filmes dolgok. Sok mindent el lehet viselni, sok minden fájdalom küszöb van, lehet rá edzeni magadat, hogy ezekre felkészüljél, de szóval mindegy, a filmekben ezek túl vannak tolva. És ugye ott mi történik, amikor ugye sétál a golfpályán, Elpattan ott is benne a húr, és előveszi a, a sörétest, emlékszel? Igen, igen, igen. Csávó szívrohamot kap, ez aki, aki ugye csaptott a balhét, a, a, a belelő a shotgunnal, belelő a, a golfkocsiba, és belegurul a műtóba, emlékszel? Igen, igen. És ugye hát mondja, hogy mi van, mi van, izé, mi van, mi történt? Izé, hogy akkor most mi van? a gyógyszere, a gyógyszere, a gy 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 gyógyszere, és benne van a kocsiba. Látod? Ha nem balhéztál volna, akkor ez nem így történt volna. Tudod? Tehát, hogy, és ezt úgy mondja neki, ilyen cinikusan visszaszól neki, és Igen. ezt is lehet egy picit feloldásnak venni, de hogy ez mennyire, ez is micsoda, ez a, ez ilyen, kar, ez ilyen felgyorsított karbareakció, tudod? Tehát, hogy a, ez megmutatja, hogy a bizonyos fajta viselkedés mód egy idő után tragédiába fullad. Mert azzal, hogy mindig, mondom, keresed a bajt, mutatta, hát ott mutatta, hogy ez a csávó kikérte magának, mert én gazdag vagyok, én nekem mindenem megvan, én kifizettem a tagság, és ezt a fajta stílust ez folyamatosan mindenhol nyomod, 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 egyszer találkozol majd egy defenzel, aki majd belelő a golf kocsitba, amiben benne van a szívgyógyszered mikor éppen szívromod van. Érted, hogy mit akarok mondani? Igen, itt igen. a szituációban fel van gyorsítva ez a dolog. Tehát ez a karma, ez a slapback, ez a, a visszacsapás a karmával, ezt itt gyorsan megmutatja neked a film, még azon a napon, hiszen itt, itt, itt most azonnal történik az egész dolog, és ez, ez valójában ez is egy tök jó ábrázolás arra, hogy, hogy, hogy megmutassa azt, hogy, hogy bizonyos fajta, úgymond ha meg, ezért mondtam neked azt, hogy emlékszel, amikor a, megint visszajövök el ez a dologhoz, hogy hogyha valaki bűnöző létben él, bűnöző életben, a bele van kódolva valamilyen úton, módon a bukás, vagy gyorsabban, vagy lassabban, de bele van kódolva, és itt is mit ábrázol? Ugye az a multimilliómos csávó, folyamatosan ilyen stresszben, feszültségben, izé, éli, mindig kikéri magának, mert én gazdag vagyok, mert nekem minden kell, minden, izé, minden, 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 minden. Folyamatosan emiatt valószínűleg így is éli a hétköznapjait is. Na most, ha mindig ebben az állapotban vagy, és így éled a hétköznapot, hogy te meg kikéred magadnak, nekem nem mondja meg senki, minden úgy lesz, hogy én akarom, nem tudom, stb. stb. idő után ez hogy azt fogja generálni, hogy ez a rengeteg negatív energia, amit, tehát hogyha ez egy nagyon fontos, hogy nem csak elvenni kell, hanem adni is. És ez igaz, az a pozitív és a negatív energiákra. Ha mindig csak ilyen negatív vagy, mindig csak ilyen negatívan állsz a dolgokhoz, mindig így ilyen negatív energiákat, konfliktus generálsz, tehát ahol mondom, ahol feszültséget generálsz, mert ezzel feszültséget generálsz, hogy én mondtam neked ugye korábban, akkor egyszer az Valamilyen úton, módon vissza fog ütni. Gyorsabban vagy lassabban? Igen. Teljesen mindegy. Igen. Hát erre volt a régi mondás, ezt még uh, kb. 2500 éve mondta Hérakleitosz, uh, hogy uh, hogy Szókratész előtti filozófus, hogy uh, az ember karaktere lesz a sorsa. Így van. Ahogy viselkedsz, uh, aki kardot, ránt kardát a vészel. Ugye? Igen, És Ismered ezt a mondást? Igen, az is benne van. Igen, de ez ez... pont ugyanaz. Igen, igen, majdnem ugyanaz, igen. Itt, itt, itt figyelj, nem, 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 kell szó szerint érteni. Persze, 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 ez, Csak persze, annyit persze. kell érteni, hogy ahogy viselkedsz, úgy leszel megítéltetve. Igen, igen, igen. Ez igen. meg a Bibliában van benne. Igen. Ez meg a Bibliában van benne hogy ne ítéltes, hogy ne ítéltessenek. Igen, hogy is, igen, Ne ítélj, hogy ne ítéltessenek. Ne ítélj, ítél, 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 hogy ne ítéltessenek. Ez pontosan ugyanaz. Ez pont mindig, ez ugyanaz. Ezt már okos emberek, figyelj, ezért mondtam Ádám, mi csak kullogunk. Persze, igen, hát Jézus, már pár ezer éve butha, megmondták a dolgot. Herakle... így van, így, így van. Igen. Kullogunk Jézus, Budha, Herakleitos, Platón, Arisztotelész, nem tudom, ezek után csak kullogunk, senkik nem Persze. vagyunk, nullák. De hát ez, ez igen, rájövünk igen, igen, arra, igen, igen. amiről ők már réges rég rájöttek, réges -rég elmondták, és ez, ez, tehát ezt meg kell érteni az, hogy, hogy tehát egy, egy kis halak vagyunk egy nagy vízben, mi csak egy, a, a modern kori, na és, na és, akkor megint akkor hozok egy, egy, erre egy ilyen érdekes szimbolikus példát, hogy miért, tehát minden azt tanultam, és ezt egyébként Tarbéla is elmondta, de ezt én is tudtam, mert én is így tanultam, hogy gyakorlatilag minden történetet elmeséltek már a Bibliában és az Udasszájában. Ezen kívül mindenki csak riméket csinál. De magas stílusában. És azért kell elmesélni, azért meséled el újra a love hogy te sok minden egyéb tényező miatt, de az egyik tényező az, hogy el akarsz mesélni egy fontos, mondjuk a bátorság ábrázolását, vagy valami fontos kiállást az igazságért, típusú filmeket, meg stb. tehát történeteket, akkor azokat gyakorlatilag azért kell elmesélni, mert a régi filmeket, a régi könyveket nem olvassák el az emberek, és nem nézik meg a régi filmeket. A mai generációnak mindig az aktuális generáció művészei az aktuális generációnak elmesélik, megírják, megfilmesítik, megzenésítik, stb. 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 Azért, hogy a mai generációnak az adott kultúrköri eszközökkel és azzal a, azzal a modern eszközökkel modern környezetben, az adott kultúrás környezetben ábrázolja, hogy emészhetővé és ehetővé tegye az adott kultúra, kultúr, az adott generációnak. Ennyi. Ezért van szükség. Sőt, meg azért is, mert minden egyes entitás ember, egy rendező, aki maga a, 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 a szűrő, gyakorlatilag mindegyik egy teljesen egyedi szemletet képvisel. Tehát, ha két forgatókönyvet odadsz, vagy egy forgatókönyvet odadsz két rendezőnek, hiába van benne ugyanaz leírva szóról szóra, mind a kettő teljesen máshogy fogja megfilmesíteni. Ez a lényeg. Ezért van létjogosultsága újra, újra a filmeknek, újra a könyveknek, mert hogy milyen intellektuális szinten, milyen művészi minőségben, és hogyan van az ábrázolva. Ez, és ki, ki, a szűrő, ezért van ennek jelentősége, de valójában mindent elmeséltek már, itt minden csak remake, minden csak remake. A kódus még nem beszéltük meg, egyébként az is nagyon zseniális, hogy amikor kaját kér, tudod, meg pénzt kér, kér és mindig megfogja. Mutassa, mutassa a, 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 drive licenszét. Hát minek? Hát mert úgy mondtam, hogy maga a szotából jött, vagy nem tudom honnan jött, tudod. De hát jó, jó, hát nem onnan jött, és mind, tehát magyarul mindig megfogja a kódust, hogy oda fut ki a végén, ez egy nagyon zseniális, ez is egy nagyon fontos, hogy oda fut ki, hogy mindig azzal hivatkozik, hogy neki kajára kell, közben zabálja a szendvicset, ez is nagyon fontos. Tehát mondja a kódus, hogy neki kajára kell. Érted? És akkor uh, uh, utána mondja, hogy legalább az egyik táskát adod hogy Emlékszel rá? Igen, egyébként érdekes nekem a táska, ez megint lehet, hogy szubjektív lesz, hogy, hogy mit kép, hogy vajon van-e ilyesmi szimbóluma a táskának, hogy a táskát már akkor engedi el, hogy lehet, hogy a táskával még, még valamilyen szinten azonosult a munkájával, vagy nem tudom, hogy akkor engedte el. Mondom, mondom. Mondom neked mondom neked a dolgot. Két dolog nagyon fontos a táskával kapcsolatban. Ugye azzal a táskával ment munkába, ugye? Igen, igen, igen. De amikor a kódos kinyitja a táskát, mi van benne? Csak ilyen kajamaradékok, meg ilyen kaják. Igen, de a munkával kapcsolatban nincs semmi. Igen, Tehát igen. Már igen, itt, igen, látod, igen, igen, itt igen. látod, hogy ő már. Hát hogy mi el Már elengedte, akkor már... igen, már elengedte. De nem is azt nem, 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 nem érted. Nem nem, 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 az eleng. itt nem az engedte el semmit. Hát hogy mész el úgy munkába, hogy nincsen semmilyen papír a táskádba, uh -huh, a munkáddal uh -huh. kapcsolatban. Ez már egy utalás arra, hogy biztos, hogy ő munkába ment? Vagy megvan neki még a munkája? Pedig ott még nem derül ki. Emlékszel rá? Aha, aha igen, igen. igen. Ez, és ugye a másik, ami nagyon nagy zseniális, ezzel a táskával kapcsolatban, mondom, ebbe, ebbe a filmben nincsen üres járat, semmi. Hát az, hogy a a kódus arra hivatkozik, hogy ő éhes, mert neki kaja kell, meg hogy mindenki szemét, meg ő mások hibája miatt kódus, meg nem eszik, meg ilyenek, közben zabálja kaját, és kiválasztja, a odadja neki a csávó, ugye a defense, odadja neki ezt a táskát, amiben a kaja van. És ugye mit csinál? Kinyitja a táskát, bazd meg, hát ebben csak egy szendvics van, ezt nem mondja így ki, de ez a lényeg, és hozzávágja az almát. Feldolgozott, hogy ez mit jelent? Hát végig arra hivatkozott, hogy ő a kaján. Igen, tehát hülyének, De amikor hülye, hülyének akar... nézte az érveivel. Igen, igen, ez egész egy színjáték <coughs> volt, igen. És mindig me mindig... <coughs> mindig megcsinálja azt, ez nagyon fontos, mindig hivatkozik valami fasságra, amitben ugye intelligens maga a, a, a defense, megfogja, és mindig kitalálta van valami fasságot, ami teljesen egyértelmű, hogy hazugság. De mindig valahogy ar arra jukat ki, hogy ő éhes, hogy ő szar a társadalom, hogy ő nem eszik semmit. mindig más a hibás. Mindig más a hibás, és mindig arra hivatkozik, hogy ő kaján akar, meg ő éhes, a stb. És a végén mi van benne, amit tudod? Odaad, kaja odadja a kaját, de a kaja nem kell neki. Érted, mennyire durva ez? Igen, igen, ez igen, igen, igen. És ugye még az is, hogy azon kívül nincs semmi a táskába, tehát már lehet azt feltételezni, mert ez már egy egyértelmű dolog, tehát az már egy kézzelfogható, benne lévő dolog, hát hogy mész el úgy a, dol a dolgozni a munkájára, hogy teljesen üres a táskád. Tehát amikor te elmész a el munkába dolgozni, akkor nincsenek a munkával kapcsolatos papírjai. Most nyilván, nyilván van olyan munka, ahol ez nem kell, de hogy, hogy a munkával kapcsolatos bármilyen tárgyai. Érted? mondjuk otthon csinálta valamit home és viszel egy, egy vinyót például. Vagy valamit, érted? Hát igen, Vagy meg a körző is otthon voltak. Me meg, meg, egy bármit, érted? Bármit. Hát igen, meg így van pontosan. Tehát, a körzőkészlet hogy... körző készlet az otthon volt. Na, érted? Tehát, hogy hát nyilván nem hiszel úgy a munkába, hogy a munkával kapcsolatban semmilyen tárgyat, papír, ceruzát, sem, semmit nem viszel. De nem mert már válját. tudod, mi volt még érdekes, hogy ez a körzőkészlet az olyan, mintha már 20 éve nem használta volna. Hát jó, de az, az lehet... De ez, mondtuk. már csak egy ilyen távoli dolog. Hát azt nem tudom. Na mindegy, menjünk tovább. Kiagadt nőnek, a gangster gangstack, Ryan és Sammy. Igen, 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 vannak ilyen csend... És lehet, hogy Egy Régi igen, azt mondtam, könnyebb, igen, bankot mondtuk. Társadalom ennek vissza ja, a korea bolt, az igen, és hát igen, útépítés, konfliktus nevilegítés. Jó, izét nem említettük ér. még, amit... amit ö, 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 ezen kívül beszéltünk, hogy hogy uh, ugye a defensenek már azért jóval korábban látszottak a, 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 a jellege. Hogy, hogy problémás Meg... lesz. Mert amikor visszajönnek a felvételek, tehát me me be beszabadul a, a feleségének a házába, ugye nincsen ott a se igen. a felesége, se a lánya, igen. de ő Tudom, elkezdi nézni. A... Igen, igen, a régi felvételeket igen. Pont ezt, akartam, nézi, mondani. Igen. Pont ezt akartam mondani, ez két dolognak nagyon professzionális. Az egyik az, hogy ott a felvételeken már azért lehet látni, hogy ugye emlékszem, mit mond neki. Azt mondja, ugye vesz egy ilyen hintalovat a lányának. Igen. És ugye nagyon fontos a viás felvételen, az is, hogy az sem esetlen. Tehát az is tudatos döntés, hogy megveszi neki a hintalovat, és a, a lánya sír a lovon. De az nem érdekli, hogy sír a lovon, hanem azt mondja, megvettem neki, azt mondja, hogy halálra rémisztít a szülinapján, ugye mondja neki az anyja, igen, igen. megvettem neki azt a kurva lovat. Tehát én megvettem a lányomnak, és, ak ez, a, ez, és ez is egy kicsit ilyen ö, kapitalista, ilyen pénzcentrikus gondolkodás, hogy én megvettem a lányomnak ezt a lovat, akkor neki kutya kötelessége jól érezni magát a lován, akárhány éves, hiszen pénzt ádoztam én igen, Mert ugye igen. Szó, szó szerint. Hát nagyon egoistán gondolkodik. iszonyú így egoista. Van, így van, hogy, hogy, így, tehát hogy egyes szem első személybe gondolkodik, úgy fogalmazom mondatait, megvettem neki azt a kurva lovat, ez szó szerint így mondja. És ugye itt nem nem az a lényeg, hogy jó van, akkor, jó van, akkor gyere, szállj le, kislányom, jó van akkor majd ráülsz, amikor van kedved. Tehát nincs benne empátia, hanem én baz meg én megvettem a lovat, és a, ezt én dolgoztam érte. Ér, te érez érezd magad megtisztelve, és akkor is baz meg, jó pofát vágjál hozzá, az asszony is, meg a gyerek is, pedig a gyerek még fel se fogja, hogy mi történik, mert ő mit tudom, lehet, hogy bepisít, vagy a fasz tudja, érted, és csak így mondja el, teljesen minden, vagy csak megijedt, mert úgy reagál az apja erre az egészre, hogy bántóan, és ugye tudod, engedjétek hozzám a gyermekeket, mert ilyenek ki az Isten országa, tehát a gyerekek azok sokkal jobban rezonálnak ezekre a érzelmi dolgokra, már a sokkal jobban érzik ezeket a dolgokat, és, ezeket, és ezt, ezt ugye nem, nem kezeli le, hanem sírással reagál rá. Na mindegy, és ugye ez nagyon fontos, tehát itt is van ez a, ez a kapitalista szemlélet, hogy ez nem egy ilyen családcentrikus valaki, hanem ez egy ilyen jó keresek, izé, örülj neki, izé, örülj neki, hogy rád költöttem, én megvettem neked azt a kurvalót. És mondok egy másik filmtechnikai dolgot, ami nagyon zseniális ebben a VHS felvételben. Ugye mondtam neked, hogy vannak olyan mankók a filmen, olyan eszközök, amit arra használnak, hogy kipótolják a, 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 a történet hiányosságát, amit nem tudtak jól elmesélni. Ilyenek az inzertek, a narráció, vagy a flashback, tehát a. a, a, a ez persze lehet tudatosan megírni egy forgatókönyvbe a flashbacket, csak az a baj, a legtöbb flashback az gagyi. De itt a flashback az valójában nagyon zseniálisan van megcsinálva, hiszen áll visszanézi. Igen, hát kreatívan igen, igen. a filmtéren belül látod a flashbacket egy vh kazettába tehát a flashback mint, mint úgymond ilyen filmformanyelvi mankó, ez egy mankó, <kül> tehát ez nem egy normális narratív történt mesés eleme, ez egy mankó, ez egy ilyen kipótlás, hogyha valamit nem tudtál rendesen elmesélni, de ezt lehet kreatívan is okosan használni. Például itt, hogy ő visszanézze a VS között, tehát magyarul flashbacket néz vissza, hallod? Igen, igen, tehát igen. Ez is egy kurva nagy genialitás. Tehát ez sem egy esetlen fasság, hogy akkor most bejátszok egy izit, hogy üldögél a, a tengerparton, és akkor ilyen, ilyen, hullámok megjelennek a szem előtt, tudod, hogy így visszaemlékezik, tudod, ilyen, na, az a gagyi, a szívják gagyinak. Az, a, az a, a, hamb a, hamburgerek között a McDonald's-os trash hamburger, érted? Ez, ez, ez igen, Van a minőségi, Igen. Bocsánat, van a minőségi gastro -hamburger, ami ilyen handmade-et, nem tudom, ez a vakuum, nem tudom, milyen marhahúsból készült, szuper izé, stékes, hamburgeres lófasz, meg van a gagyi treses műanyag, ilyen adalékanyagos hamburger, és akkor ez, amikor megjelenik, ez a hullámzó, izé, ülök a és a hullámzó izé megjelenik képes, akkor flashback, na az a gagyi. Na ez meg a minőségi flashback, ez a kreatív minőségi flashback. Igen. igen. A hízet akartam mondani, hogy nekem a, a személyes része az az itt volt nagyon, hogy ez egy, ez egy olyan erős a, a flashback résznél, az ez, a, amit mondtál, hogy megvette neki a lovat, és nem örült neki, igen, meg igen, ott igen, próbálja erőltetni igen. a kislányánál. Na ez volt igen. az a rész, ahol már már, ő, már mondom, kinyílt a zsebembe a bicska a Defense ellen. Hát persze, de ez így is lett meg, megkoreografálva, ez így lett kitalálva. Úgyhogy értem, ez, ez ott, ott már nagyon, nagyon elveszített engem már a defense. Persze, a de, de az, azért, mert hát ez, ez ugye emelkedik a feszültség, igen. és egyre jobban borul el az ő, ö, agya. Érted? Igen, 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 És akkor igen. egyre jobban antiszocialissá válik. És ugye ez, ez, és az a durva egyébként ebben a dologban, hogy valójában ebben, hogy visszanézze a régi archív felvételeket, kiderül, hogy a korábban is már meg volt Igen, már hát ebből nagyon, régen, igen, 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 Réges, régen, meg, mert már a, tehát rengeteg frusztráció ott gyűlt benne, csak azon az egy napon, amikor ugye kiszállt a kocsiból, akkor pattant el a húr. Amikor már egy hónapja úgy járt be dolgozni, mert nem is volt munkája. Ez is fontos, mert ugye ezt megtudjuk a ugye a ugye nagyon sok apró részlet van a filmben, amit azért érdemes odafigyelni, mert amikor az anyjánál van, hogy eljönnek a rendőrök, és akkor a, a nak a, a felhívja a céget, amiben ugye mondja a Prendergast-nak utána, hogy kiderül, hogy a, hogy a Defense már egy hónapja nem dolgozik a cégnél. Emlékszel rá? Igen, igen, igen. Na azért mondom, hogy ezek ilyen kis nyuanszok, de ezek, hogyha nem figyelsz a dologra, Na, és akkor itt a lényeg, a másik, ugye a végén ugye megtörténik ez a dolog, de szerintem ő azt azért, azért játssza az egész dolgot a pisztolyjal, meg a izével, a defense, hogy akkor itt a végén, végével zárjuk a, a végén. Szerintem azért jár, játsza el, én megmondom neked, mert már már így, hogy mondjam, szóval, hogy tudod, az amikor úgy elengedsz mindent, belefáradtál. Igen, igen, igen. Tehát, hogy, így, hogy most, mit, most, minek, mit csináljak a izében? Így legalább a lánya meg fogja kapni a biztosításomat, hogyha lelőnek. Igen, Érted? meg egyébként én, én a, a végén is azt éreztem, hogy, hogy ezzel könnyebbült meg, hogy lelőtték, igen. és akkor a vég, még, még, igen. Ott, még, még a végén még egy szimbólum van, hogy, hogy lelövi a, a nyomozó a, a defense-t, átesik a, a korláton, igen. és akkor ráadásul úgy esik le, hogy miután beleesett a vízbe, még utána kiterül a, tehát még a testhelyzete is kommunikál, hogy teljesen szét van terülve a vízen a teste, és az, a víz tetején lebeg. Tehát teljesen el tudta engedni magát, így szimbolikusan is. A, igen, hát a, ezt, a ezt igen, lehet egy ilyen, ezt, ezt is rá lehet olvasni, egyébként ez belefér simán, de az is ilyen, van benne ilyen kis vicces felodás, amikor meglövi, van egy utolsó mondata, a vízi a kezébe, amúgy én nyertem. Igen, volna. igen, 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 azt vágom, igen, igen. Esélytelen, hogy nyerjen, de mégis ott van benne egy ilyen kis, amúgy én nyertem volna. Hát végül is, végül is abban a szempontból ő nyert, hogy hogy azt, azt kapta, amit, amit szeretett volna. Igen. Bizonyos értelemben. Valójában, 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 ez az egész útja, ez az egynapos kalandja a Defense-nek, ez egy ilyen, ez ilyen pilgrimage. Igen. Hát ez egy ilyen zarándok útszerűség, amiben ő, amő, amiben ő vég, végig ugye eljut arra a pontra, hogy megbékél azzal, hogy elengedte a földi életét, és, és megpróbált tehát, hogy ő nem kereste sehol a bajt. Tehát mindig, mindig, mindig ezek a feszültségek a, 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 a jelenetben lévő, úgymond szembáltott karakterek keresztül érkeztek. Tehát ő soha nem kötekedett, ha megfigyelted. Tehát soha nem kereste ő a bajt, amíg nem, nem, nem baszogatták, érted, nem cseszegették. És valójában, ha megfigyeled, körbemész az életben, aki empatikus és, és és jó a érzelmi intelligenciája, azt megláthatja, hogy a való életben folyamatosan ez zajlik. Folyamatosan ez zajlik. És nem azért, mert, jaj, én negatív karakter vagyok, az meg, meg Hát ez, meg, ez, 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 ezt ábrázolja a film, ami kint van a valóságban, ami már Magyarországon is érezhető. Ez a fajta úgymond empátia nélküli, egy ilyen, egy, egy ilyen kényszeres, Frusztrációkkal való egymás mellett élés. Ez zajlik. És mondom, mindenki egy kibaszott időzített bomba, intellektusához és, és tűrőképességéhez mérte. Mindenki egy időzített bomba, Ádám. Tehát ez ennyi. Mindenki az összeomlás szélén És aki azt mondja, hogy ez nem így van, az egy hazugság. És nem azért, mert hogy, hogy én ö, ö, ilyen negatív karakterek. Hát azok emberek, százaival beszélgetek. Ez a szakmám. Hát ez a szakmám, az meg úgy tudok filmet rendezni, ismerem az embereket. Különben nem tudod elmes, nem tudsz egy szituációt felrakni. Figyelj, rengeteg hát valahol én egy csomó emberek ezáltal azt a fajta, hogy én szeretem meghallgatni az emberek problémáit, én ezeket a dolgokat, amik itt a film ábrázol ö, szimbolikusan, vagy direkt, vagy indirekt módon, azokat én nap, mint nap meg, ha, végighallgatom a barátaim, ismerőseim, ugyanezeket mondják el hogy kisebb, nagyobb mértékben ki mennyire frusztrált már ezektől a dolgoktól, hogy, hogy elnyom a kormány a politikai részében, hogy a feleségem hülye, hogy a barátom megcsalt, hogy a nem tudom, érted? És ezeket napi szinten hallom ezeket a problémákat, és gyűlik, gyűlik, és, és mindenkinél van szarádám. Mindenkinél van. Ez hazugság. Aki azt mondja, hogy nincs, az hazudik. Nincsen ilyen idilli, nem tudom micsoda, ilyen Róma és Júlia, hogy minden tökéletes mert nyilván az se tökéletes, hát az aztán pont arról szól, hogy ott két Hát az, azt úgy szokták szersz. hívni, ebből már én is kinőttem, de ezt úgy szokták hívni, hogy, hogy, hogy vagy, vagy, vak pozitivitás, vagy toxikus pozitivitás, az már a másik igen, oldala. Igen, igen. hogy, a hogy, a, hogy vagy, a, vagy a jót igen, vagy úgy, úgy, látja jónak, hogy homokba dugja a fejét, de közben meg ez, ezek igen. mennek. A legnagyobb vicc az a toxikus pozitivitás, ezek a ezek a gagyi kócsok, tudod, az ilyen szabó pillanatok. Igen, hogy, meg, meg, az hogy ilyen... meg, hogy bármit elérhetsz az életbe, és ezt nem azt mondja. El bármit, és ez egy váljá, váljá, ezt ezt tudod ki mondja. Most volt a. a most simán megemlíthetem, nem, nem izélnek le. Mondjam. A Nick, Nick Vujicic volt előadó, egy ilyen Mondjam, motivációs hát az... kócs, és ő mondja, Mondjam. hogy bármit elérhetsz az életben, és mondja ezt az, akinek nincsenek lábai megkezei. Tehát, hogy konkrétan a WC-re se tud kimenni, anélkül, hogy szó, nehet, anélkül, hogy van. ott lenne az öt méteres közelébe valaki, és szólna valakinek. Így van. Tehát, Tehát hogy, hogy... Ne, ne ne lettessük már ki magunkat, hogy bármi lehetséges. És érted? És persze ezt el lehet mondani, és ez egyébként ez a legjobb példa rá. Tehát én nem azt mondom, hogy a csávó nem erős. Érted? Én nem mondom azt, hogy a csávó nem erős abból a szempontból, hogy hogy megpróbálja, de valójában nekem most én nem akarom bántani, de a saját uh, handicapét, vagy dizéből státuszából for, tehát csinál pénzt. Igen, igen, igen. Azért mondom, hogy ez, 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 egy ilyen üzleti, van, üzleti vállalkozás ez a ez része. Üzleti, üzleti, modell. Ez üzleti igen. modell, hogy a saját úgymond uh, dizéből státuszát pénzé fordítja. Tehát, és e, ezt szerintem ez, mert, mert, és akkor gondolom ebből fizeti a, nem tudom, a, a, az ő embereit, akik segítenek neki enni, igen. Akik, akik segítenek neki vécézni. Hát van egy, van akik... egy saját csapata, és járja a világot. Stább. Igen, egy Igen. Igen. stába van. És jó, abból a szempontból, ha azt nézzük, végül is tehát nem indult el az öngyilkosság irányába, hanem megpróbálta tartalmasan élni az életét, de hát azért nevezzük nevén a dolgot, a saját nyomorék állapotát, vagy dizéből státuszát pénzé fordítja. Ennyi. Igen. Igen, Ilyen igen. egyszerű a történet, úgyhogy azért mondom, hogy igen, és ez is egy nagy hazugság, hogy, hogy amit akkor az ember az bármit elér, igen, lehet sok minden felé dolgozni, lehet sok mindenen javítani, de azért azt én nagyon-nagyon megtapasztaltam, hogy a társadalmi mobilitást már úgy értem úgy, hogy a, a, a mondjuk az alacsony szintről a, a közepesre, aztán a nagyra, aztán a nem tudom miért, hogy a társadalmi kasztok között való mobilitást, azt, azt nem nagyon lehet megugrani. Ja. Én, 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 onnan, én, onnan, tapasztaltam meg, hogy akármilyen jó dolgoztam, akármilyen intelligens voltam, akármilyen egy bizonyos szint után egyszerűen nem engedtek feljebb nőni. Tehát nem, nem engedték, nem engedték, hogy, hogy azt a társadalmi pozíciót betöltsem, amit, amit más betöltött, érdemtelenül vagy érdemesen. Egyszerűen nem engedték. Sehol. Sehol. Hát bizonyos szintet el lehetett térni, a szerencse és a, és a kapcsolatok, meg a nem tudom mi által, de bizonyos dolgot nem lehetett átugrani Ádám, ha akartad, ha nem. Szóval az van, kérlek szépen, hogy foglaljuk össze. Szóval én megmondom neked őszintén, hogy hogy azért sok jó filmet láttam. Az egyik ilyen best, ami szerintem mondom, ez még a Grand, Torino -nál, Grand Torino nál is komolyabb hogy itt látod azért a két filmet, ha összehasonlítod, a Grand torino fele ennyi, fele negyed ennyi utalás és szimbólum sincsen, és nincsen olyan mélyen kidolgozva Grand Torino tartalmilag, mint ez. És ez tudod, az a vicces az egészben, elmondanám neked, hogy ez azért is következhetett be, mert a rendező az egyben szerepelt is a filmben. Nekem ez egy nagy csin, szom. én ez látod, ez megint az egy dolog, hogy egyszer rendezni és játszani. Már látod itt a két film között a különbséget, hogy amikor van egy külső szám, egy külső rendező, egy tudatos, véggondolt forgatókönyvvel, és nagyon erősen kidolgozott sztorival, mint az összeomlás, és van a Grand Toron, ami szintén nagyon jó, de közel sincsenek olyan mélységei, mint az összeomlásnak. És, és, és komplexitása. Érted, mit mondom? Igen ez a nem mindegy. Na és itt van. És mondom, szerintem az összeomlás azért a, a, világ egyik legjobb filmek között van. Én azt mondom neked, hogy ennél, hát, de majd találkozunk még jó filmekkel, de ami szerintem, majd azt fogod látni, amikor már ilyen mélyebb, ilyen deep scan-ben a filmeket, mint például itt is, mint most, akkor már azért látni fogod, hogy, hogy azért mi a különbség mondjuk egy Grand Tronium vagy egy összeomlás között, ábrázolás minőségében, vagy mondjuk egy éjeli féreg és egy összeomlás között. Hogy uh -huh. mindegy, mindegyik jó film, nagyon jó film, zseniálisan jó film, a maga keretei között, és itt mondom, hogy mit teszi valami igazán művészeti a filmet, az adott művészetet, az ábrázolási minősége, az ábrázolás komplexitása, a, a, a rétegek mélysége, és, és, és tehát a, a, az összeomlásban egy unalmas üres járat nincsen. Egy, ö, ö, ez minden tudatos, és még a dialógusok is okosan és kreatívan megtervezett dolgok. Semmi, semmi nem esetlen. Még akkor sem, hogyha ezt úgy vették föl, hogy nagyon sok részt mondjuk tegyük föl, improvizálva vettek föl, akkor meg olyan, ne, nem tudom, csak hogyha ezt úgy vették föl, mert vannak ilyen szituációk, hogy valami menet közbe lett olyan, amilyen lett, még akkor sem, akkor meg, a, akkor meg a rendezőnek köszönhető az, hogy megfelelő érzékkel nyúlt ehhez a, ez a dologhoz. Tehát az összeomlás az egy konkrétan egy mestermű minden tekintetben.